is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Sziasztok srácok, itt vagyunk az Empathy Café-ban, ugyanis ma van az első élő Párnacsata podcast találkozónk. Most 5 óra van, úgyhogy mindjárt kezdünk, majd egy páron itt vannak. És aztán beszélgetni fogunk. Van már 2 kutyánk, nagyon-nagyon cukik, és egy kicsit meg fogunk nektek mutatni ezt a helyet, meg azt, hogy hogy zajlik az első találkozónk, és aztán reméljük, hogy lesz még sok-sok ilyen. Ez egy nagyon különleges hely, ahol vagyunk egyébként, azért is akartam nektek megmutatni, ugyanis ez a Vöröskeresztnek a kávézója, és a profit, amit termelnek, az a Vöröskeresztnek megy, úgyhogy jó helyre. És egyébként meg nagyon különleges kávéik vannak, ilyen hazai dolgokból vannak az ételek is, van mindenféle növényitek, vegán opció, úgyhogy nagyon-nagyon klassz ez a hely. Az Arany János utcában van Budapesten, úgyhogy gyertek el, hogyha erre jártok. Igen, ez most nem lesz jó. De nagyon örülök, hogy itt vagytok, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és mindannyian iszonyú jó fejek vagytok kirányzése is, úgyhogy köszönjük. És rendkívül pontosan megszerveztük ezt az eseményt. Annyiról lesz szó, hogy kihúzzuk ezeket a kérdéseket, gondolatokat, témákat. És megpróbáljuk gyorsan válaszolni rájuk, mert hogy valószínűleg tudjátok, de nagyon sokat beszélünk mind a hárman, ezért kezdtük el ezt az egész podcastot. Horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a race. Azáltal, hogy mi is megosztunk mindenféle magunk, és mondjuk Barbi nagyon ütös, hogy mondta az, hogy úgy az interneten, néha megkérdeztük a Barbit, hogy biztos, hogy szeret akarod mondani az egész internetet? Annyira természetesen beszél, és annyira nyíltan is őszintén. És ahogy ezt azt mondja, hogy igen, hogy ez rendben van, és ez oké, okay, és én is úgy gondolom, hogy tök jó, hogy ennyit adott magunkból, mert ezáltal tudok ti is magatokból adni, és ezáltal tudunk olyan beszélgetések lenni, ami mindenkit segít. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ilyen jó fejek vagytok, és kedvesek, és meg lehet titeket mozdítani, mert az is, hogy ennyien eljöttetek, és valószínűleg voltak, akik eljöttek volna szívesen. Nagyon reméljük, hogy lesznek még nagy találkozók, én nagyon jól éreztem magam, és még majd azok tényleg itt beszélgessetek, és reméljük, hogy legközelebb is eljöttek. Sziasztok! Tomorrow there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow. Things go.
Most értünk haza a podcast eseményről, és nagyon-nagyon elfáradtam, ami most azt is fogja jelenteni, hogy nem fogom tudni annyira összeszedetten elmondani, Eli, mint szeretném, hogy mennyire fantasztikus és felbecsülhetetlen érzés volt látni azt, ahogy ez a közösség időben is találkozik, és beszélget, és hozzászól a témákhoz, meg alapvetően olyan témákat dob be, amikről nagyon érdekes és fontos beszélni. Eli, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, és nagyon köszönöm, hogy egyébként hallgatjátok a podcastet. Több olyan lányzóval is beszélgettem, akik azt mondták, hogy egyébként nem szoktak nagyon hozzászólni akár videókhoz, akár a podcastekhez, vagy a Facebook csoportban belebonyolni beszélgetésekbe, hanem inkább ilyen csendes megfigyelők, és ehhez képest mégis eljöttek egy találkozóra, és nagyon-nagyon jó volt velük beszélgetni. Úgyhogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha ti sem vagytok rendszeres kommentelők, azért tudjátok, hogy nagyon-nagyon értékellek titeket, és nagyon szeretlek titeket, és köszönöm szépen, hogy a csendes nézésetekkel támogatjátok azt, amit csinálok, vagy amit csinálunk, vagy hallgatásotokkal. Mert én is egy ilyen ember vagyok inkább, nem gyakran szólok hozzá azoknak a videósoknak a videóihoz, akiket rendszeresen nézek. Mindegyikéhez hozzászóltam már egy párszor, de nem rendszeresen, úgyhogy tudom, milyen ez, és tudom, hogy attól még nagyon lehet szeretni valakinek a tartalmát. De a lényeg az, hogy nagyon köszönöm, hogy ilyen fantasztikus emberek vagytok, és nagyon-nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon büszke vagyok erre az egészre, úgyhogy biztos, hogy lesz még hasonló találkozó a jövőben, és remélem, hogy akkor is el tudtok majd jönni, esetleg többen is el tudtok majd jönni, ha lehetőség lesz rá, és addig is hallgassátok az újabb epizódokat, nem sokára indul a második évad, amiben már vendégeket is hívunk, úgyhogy nagyon különleges lesz az is. És most szerintem lezuhanyzom, és kidőlök. Holnap pedig megyünk a Balcsira. Egyébként nem tudom, hogy ez a vlog ez pontosan meddig fog tartani, de arra gondoltam, hogy azért a mai nap mellett, illetve főleg az esemény mellett egy kicsit a Balatonra is elviszlek benneteket. Egy pár napra fogunk lemenni, semmi extrát nem tervezünk, csak egy kicsit fürdeni, meg a természetben üldögelni és pihenni. Ez egy Airbnb, amit kivettünk, ahol fotózni fogunk, viszont előtte Katával találkoztunk és csináltunk egy pár képet rólam, vagyis nekem, amit majd nyilván látni fogtok az Instagramomon, és egyébként egy Six Letter and Co. nevű kávézóba jöttünk, amiről úgy tudom, hogy még eléggé új, és az a helyzet, hogy imádom, annyira fantasztikusan jól néz ki, meg fogom nektek mutatni, és a chai latte-jük pedig valami egészen elképesztően finom. Úgyhogy most itt vagyunk, még de végeztünk a fotózással, és megyünk a helyszínre hamarosan. Itt van Kata is. Sziasztok! Képen a képeimet nézegeti, vagy valami más képeket, nem tudom. Nem, a te képeimet. De ma már voltál egy fotózáson ezelőtt, nem? Nem, tegnap volt három. Tegnap. Wow. Na, és így néz ki ez a hely. Ilyen kétszintes.
Az Alkotmány utcában van egyébként. De a kedvencünk ez a fal fotával, ami valami egészen zseniálisan néz ki. Nézzétek, ilyen levelek vannak a háttérben. Just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. Came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on, still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. Again, oh, let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see your face again. Oh, let me see your face again and take me to the place we first met. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Ezt a vlogot szeretném azzal lezárni, hogy egy picit mesélek nektek arról, hogy milyen élmény volt ez a tegnapi önbizalomfotózás, és hogy miért is nem nagyon beszéltem a kamerába hasonlóan a podcast eseményhez. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon izgultam előtte, és nem tudom megmondani pontosan, hogy miért, de így utólag azt hiszem, hogy rájöttem. Azért izgultam, mert tudtam, hogy egy nagyon-nagyon különleges élmény lesz az egész, ami annyira jól esik az embernek, az ember lelkének, hogy ezt nehéz szavakba önteni. És az a helyzet, hogy tényleg pontosan így történt. Megcsináltuk a képeket mindenkiről, közben beszélgettünk kis csoportokba, a képen nem a sminkesnél ült, vagy a fodrásznál ült, és volt egy ágy, ott ugye ott is így körbeültünk és beszélgettünk tényleg mindenféléről és bármiről. És aztán amikor vége lett a fotózásnak, akkor valahogy a konyhában, volt ebben a lakásban egy asztal székekkel, volt egy kanapé, egy külön fotellel, meg volt még egy ágy is bent, ahol le tudtunk volna ülni kényelmesen, de mi a konyha és az étkező közepén a földre ültünk le, és ott beszélgettünk egy nem is tudom mennyit, néhány órát szerintem. És annyira csodálatos volt ez az egész élmény, és találkozni ezekkel a lányokkal, akik
hihetetlenül aranyosak, intelligensek és jófejek voltak, és nagyon nyitottak egymásra, és nagyon őszinték, és tényleg mindenki úgy éreztem, hogy bármiről szívesen beszélgetett a másikkal, és így együtt, hogy ez valami egészen felejtetetlen élményét tette ezt nekem. És képzeljétek el, hogy az egyik lányzó, aki ott volt, Anna, ő matricákat készít, és Etsy-n árulja őket, és hozott nekünk ajándékba nekem ilyen Gilmore Girls-ös és Friends-es matricákat, amik egészen zseniálisak, nagyon-nagyon imádom őket, és tök jó, hogy nem csak ezek a klasszik Central Perk, meg ilyesmik vannak rajta, hanem van például rajta Ichiban, a kék rúzs, aztán van rajta a pingvin, Joey pingvinje, meg mi is volt, ami nagyon tetszett? Pivotos kanapé, mi zseniális, és a Gilmore Girls-esek is nagyon-nagyon jók. Itt, amit imádtam, a Bopit, hogy az is rákerült, aztán El Pancakes World-ös kaja doboz, a Die Jerk felirat, amit most nem is tudom melyiken van. Ja igen, ez is itt van ezen. Nagyon-nagyon imádom őket tényleg, és mindenképp nézzétek meg az Etsy oldalát, belinkelem nektek alulra, mert nagyon ügyes és iszonyatosan aranyos lány, és nagyon szívből csinálja ezeket a kis dolgokat, úgyhogy be fogom linkelni az Instagram oldalt is, ami ehhez a Red Hat Girl Crafts-hez tartozik, és az Etsy oldalát is nektek. Kata, szeretném innen is megköszönni neked azt, hogy engem kerestél meg ezzel a fotózási ötleteddel, és hogy veled dolgozhattam együtt, mert tényleg fantasztikus volt nézni azt is, hogy mennyire jól bántál a lányokkal, akik nyilván izgultak a kamera előtt, ahogy én is szoktam. De nagyon-nagyon jól, úgy láttam, hogy nagyon jól feloldottad őket, és ez egy nagyon különleges képessége egy fotósnak szerintem, és egy nagyon fontos képessége. Úgyhogy mind a ketten Katával nagyon szeretnénk, hogyha lenne még ehhez hasonló projekt a jövőben, akár rendszeresen is. De egyelőre most még nem tudok semmi konkrétumot mondani, azt tudom mondani, hogy kövessetek Instagramon engem is Katát, és hogyha bármi hasonló projekten dolgozunk, majd akkor tudni fogtok róla mindenképp elsőként. A képek még nem készültek el, annak azért kell egy pár nap, de most itt a videóban azért egy kicsit belátást nyerhettetek abban, hogy milyen volt ez. Nem hiszem, hogy át tud jönni az az elképesztő érzelmi világa ennek a napnak, ami volt neki, mert hogy szavakkal is nehéz kifejezni, de csak azt akarom mondani igazából, hogy amit ebben a vlogban láttatok, a párnacsata találkozó és ez az önbizalomfotózás is egy egészen hihetetlen élmény volt számomra, és nagyon-nagyon-nagyon jó volt veletek találkozni, úgyhogy remélem, hogy lesz még minél több ilyen alkalom, amikor erre lehetőségünk lesz. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, hogyha nézitek a videóimat, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, és hamarosan találkozunk újra. Sziasztok!